Sziasztok! Ebben a videóban ismét egy karácsonyra hangolódó télies könyvajánlóval érkeztem nektek, ahol nagyon változatos műfajban, kategóriákban, korosztálynak ajánlanék nektek könyveket, amit akár saját magatok, akár ajándékozásra, ötletadóként nagyon hasznos lehet remélhetőleg. Az első kötet az nem lenne más, mint Metéktől az igazmondó Glimpi. Ez egy olyan kisregény, amit azt gondolná az ember, hogy csak gyereknek a kezébe, gyereknek vesz meg ajándékba, de ez egy abszolút nem igaz erre a kötetre, mert nagyon kis tanulságos, egy olyan koboldról szól, aki a többi társával ellentétben nem képes hazudni. Fantasztikus maga a fordítás is, Szabó T. Anna fordította, kiválóak benne a rímek, és gyönyörű az illusztrációja is. Tehát akár egy gyermeklelkű felnőttnek is nagyon tudom ajánlani, én élveztem, nem tudtam letenni, nagyon gyorsan, akár egy-másfél óra alatt ki lehet olvasni a kötetet, úgyhogy ez lenne az első. Ezután a kedvenc írómnak, mindig nehéz ezt kimondani, kedvenc író, és utána közben meg eszedbe jut egyszerre 30, hogy melyiket is mond, de hogyha valaki megkérdezi, hogy ki a kedvenc íróm, akkor hát... Nyilván magyar és külföldi tekintetében is más jutna eszembe, de az első számú kedvencem nekem gyerekkoromtól fogva Fekete István volt, és hát ennél téliesebb hangulatú kötettel nehéz lenne érkezni egy ilyen karácsonyra hangolódó könyvajánlóban, mint a Téli berek. Ugye a Téli berek a Tüskevárnak a folytatása, tehát érdemes azért azt is előtte elolvasni, mert ott ismerjük meg tulajdonképpen a szereplőket. A Téli berek miről szól? Alázatról, tiszteletről, talán a pillanatnak a megragadásáról, önismereti fejlődésről, fantasztikus minőségi természetleírásról, olyan mértékben és oly módon, amivel talán más írónál nem lehet találkozni. Én nagyon-nagyon tisztelem, szeretem Fekete Istvánt, hogyha egyetlen egy író lenne, akit így vissza lehetne hozni, és lehetne vele találkozni, beszélgetni egy kicsit, akkor biztos, hogy ő lenne az, úgyhogy ezt nagyon tudom nektek ajánlani. Más kötete is fel fog tűnni majd ebben a hétvégenként való könyvajánlóban. És a teljes életművét olvastam, a teljes életműve megvan, több regényét, novelláját többször is, és valami fantasztikus, amit ő képvisel az én szememben mindenképpen, és picit olyan elhanyagolt írónak érzem, habár most elkezdték felkarolni, és megjelent egy kötet, amit újra kiadtak tőle, de olyan felszínesnek érzem azt is, hogy a Tüskevár az, nem tudom, hogy most még jelenleg pillanatban kötelező-e, de hogy sokan nem is tudják, hogy a Tüskevárnak van folytatása a Téli berek személyében, és sokan csak a Tüskevárra és a Vukra korlátozzák Fekete István, pedig nagyon-nagyon széles az ő életműve. Ezután egy mondhatni személyes kötődési regényt hoztam el nektek, ami nem lenne más, mint Bánki Évának a Telihold Velencében című kötete. Na most mi a személyes kötődés? Hát Bánki Éva az én tanárom volt éveken keresztül a Károly Gáspár Református Egyetemen, világirodalmat tanított nekem, és nagyon-nagyon meghatározó személyiség volt egyébként ott tanárként. Nekem figyelemfelkeltő volt, szenvedélyes volt a tanítási módja, és nagyon-nagyon szerettem az óráira bejárni. És már több írása, regénye megjelent, és egy olyan témát ölelt föl, ami nekem nagyon-nagyon felkeltette a figyelmemet, mert én nagyon kötődöm Velencéhez, rengetegszer jártam ott, és télen elevenedik meg ez a történet, tehát ezért is került be ebbe a téli hangulatú könyvajánlóba, illetve ami figyelemfelkeltő, hogy ez egy igaz történet. Gondoljátok el, hogy milyen lehet az az érzés, és itt ugye az igaz történet vonalán haladva, hogy egy ösztöndíjas lehetőségnek köszönhetően a kislányoddal együtt hónapokat eltölthetsz Velencében, és ezt sikerül megszervezni, hogy hosszú hónapokat ott töltsél, és így magunk is megismerhetjük, nem turista szemmel, hanem a hétköznapi velencei életet egy nagyon-nagyon személyes hangulatú kalandozás során. Ez elevenedik meg ennek a regénynek a lapjain. Fantasztikus élmény volt, és nagyon-nagyon megcsillogtatta az írónő a tehetségét az írás területén.
Én nagyon-nagyon szerettem ezt a kötetet, és szívből tudom nektek ajánlani, főleg így karácsony tájékán elolvasásra. Már az előző könyvajánlóban is volt Szabó Magda kötet, itt most a másik kedvencemet hoztam el nektek, amit szintén tudok nektek a téli hónapokban ajánlani, hogy vegyétek kézbe és olvassátok egy meleg tea mellett. Ez pedig nem lenne más, mint Szabó Magdának az Ókút című kötete, amit a Jaffa kiadó adott ki. Ez egy nagyon személyes kötet, magáról, az életről szól, és a írónőnek a gyermekkora elevenedik meg benne, szinte kendőzetlen őszintességgel. Ez egy igazi meghitt kötet, és elképesztően zseniális írásmóddal, tényleg az a típusú könyv, aminek minden sorát alá kéne húzni. Nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani, és hát a top 3 kedvenc könyvembe biztos, hogy szerepel az Ókút. Ezután szintén egy nagyon frissen megjelent kötettet hozok el nektek, ami nem lenne más, mint a előző videóban lévő Libri kiadós kötetnek a párja, Karinti Frigyestől a Karácsonyi Társasjáték című keménykötéses, gyönyörű szép illusztrált kötet, amit mint az előző videóban is, amit ide fogok linkelni nektek, hogy megnézzétek, az előző videóban is megemlítettem, hogy ez egy nagyon limitált példányszámú könyvesboltban nem leemelhető, hanem egy magasabb értékhatár vásárlásakor tudjátok pluszban megvásárolni. Karinti Frigyesnek a karácsonyi írásait szedték itt egy csokorba. Ezt a kötetet egyébként még nem olvastam. A tartalom tekintetében Karácsonyország, Karácsony a pokolban, Szilveszter, Budapest karácsonya 1913-ban, tehát tényleg Karinti Frigyesnek a karácsonyi témájú írásai vannak összeszedve, nagyon kíváncsi vagyok rá, és biztos, hogy majd elő fog kerülni. Hatodik kötetként egy olyan író fog következni, aki a norvég irodalomnak a mestere az én szememben biztos, ő pedig nem lenne más, mint Per Peterson, és itt is a Lótolvajok című regényét hoztam el nektek, ez egy döbbenetes erővel bíró kötet, elképesztő. Tehát, hogy az embernek úgy, ha elolvasta, akkor úgy egy pár órára megszűnik a világ, és nem tudja, hogy éppen most arccal merre van. Mesterien mesél az író. A kortárs norvég irodalom, számomra a norvég irodalomnak a csúcsa egyébként Per Peterson. A természet leírása az olyan ősi erővel bír, egyébként télen indulunk, télen játszódik a történet, és amikor elkezdődik a regény, nek az első sorai, akkor az ember ott van, jelen van, annyira jó író, hogy minden regényét, ami megjelent itthon már egyébként elolvastam, és fel fogok linkelni, mert van róla videóm, amit egy erdő közepén vettem, azt hiszem föl, és hogy megnézzétek a részletesebb vélemény kifejtésemet, ez a kötet is benne van. Nem spoileresen azt hiszem, annyira nem spoileresen, de mindenképpen figyelemre méltó íróról beszélhetünk, és tudom nektek ajánlani. Hogy egy picit a télies hangulatú időszakban, amikor nagyon hamar sötétedik, egy picit borzongjunk, az nem lenne más, mint Stephen Kingtől az Intézet, igen, gyönyörű szépen csillog-villog a kemény kötésű Európa kiadós kötet. Imádom, hogy ilyen szép egyébként, nagyon szeretem a szép köteteket. Na most honnan indulunk? Egy kisfiú szüleit brutálisan, nem olvastam még a kötetet, de fogom hamarosan. Egy kisfiúnak a szüleit brutális módon meggyilkolják, a fiút pedig elrabolják. És hogy is jön a képbe ez, hogy intézet? Tulajdonképpen úgy jön a képbe, hogy az elrabolt kisfiút egy olyan intézetbe zárják, ahol hozzá hasonlóan más gyerekek is vannak. Ezeket a gyerekeket egy dolog köti össze, fiúkat, lányokat, hogy mindannyian különleges természetfeletti képességgel rendelkeznek, és ennek az intézetnek az igazgatójának az az egyetlen célja, hogy könyörtelenül kinyerje a gyerekeket, akár kínzás árán is a gyerekeknek ezt a képességét. És hát ugye sorra tűnnek el ennek az elrabolt kisfiúnak a társai, és hát az egyetlen menekülési út, hogyha megszökik az intézetből, de hát onnan még ugye soha senki nem szökött meg.
Állítólag az Azra és Stephen Kingnek a régi Carrie tűzgyújtó ragyogást, tudjátok, talán minden olvastátok már, arra hasonlítják, hogy ott úgy tér vissza az írónak ez a fajta hangulata, árad a kötetből. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, és hát fogtok róla hallani. Az utolsó kötet pedig egy olyannal zárnám, amit én még nem olvastam, sajnos, de nem tudtam kihagyni, így 8. utolsónak elhoztam nektek. Nagyon-nagyon sokan szeretik, télen játszódó történet, és hát az a borítója is egy igazán figyelemfelkeltő, csodaszép téli mese varázslatról, szörnyekről és a szeretet mindent legyőző erejéről. A Medve és a Csalogány című kötet, Catherine Ardennek a, hát az északi erdő legendája első része, és hát a történet igazából ez egy orosz vidéken játszódik, megjelenik benne erősen orosz mítoszok és népmesék varázslatos világa. Egy olyan tündérmese, egy picit ilyen fantasy elemekkel, de állítólag fantasztikus történet, úgyhogy én mindenképpen el fogom olvasni, még az is lehet, írjátok le, hogyha szeretnétek egy olvasó vlog formájában. És hát ezek lettek volna azok a kötetek, amiket a mai nap folyamán ajánlani szerettem volna, remélem, hogy találtatok benne olyat, ami felkeltette a figyelmeteket. És még ennek a videótípusnak lesz két, vagy ennek a könyvajállónak, téliás hangulatú könyvajállónak lesz két része, amit jövő szombat és vasárnap fog kikerülni a csatornára. Nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és akkor jövő héten, ha úgy gondoljátok, találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat. Sziasztok!